Üdvözlöm Önöket, ha van kedvük, idejük, érdeklődésük, akkor tartsanak velem a következő néhány percben, és együtt lépjünk hátra egy lépést, és nézzük meg, hogy az emberiség hogyan is küzdött meg, vagy éppen nem küzdött meg olyan hasonló helyzetekkel, mint amilyenbe mi most kerültünk. Hiszen bolygónk lakóinak annyiszor kellett már világjárvánnyal szembenéznie. Spanyolnátha, malária, tifusz, fekete himlő. De valahogy, valamiért soha nem volt ezekre a járványokra az emberiség felkészülve. Bizonyára feltűnt önöknek az előbbi felsorolásból kimaradt valami. Méghozzá Pest is. Nem véletlen, erről szeretnék most önöknek kicsit bővebben beszélni, és arról is, hogy a Pest is hogyan hagyta ott a kéznyomát az irodalmon. A Pestist szokás a leghorrorisztikusabb járványként emlegetni, noha alattomos terjedési módja miatt a fekete himlő és a máig aktuális malária nagyobb veszélyt képvisel. A Pestist, Yersinia pestis baktérium okozza, egyébként más néven fekete halál vagy dögvész, így is hívhatjuk. Három fő formája. A búbópestis, más néven miriláz, a tüdőpestis, valamint az úgynevezett szeptémiás pestis. A mirigylázat, a búbópestist a patkányból a csípése okozza, a tüdőpestis cseppfertőzéssel terjed, míg a szeptémiás pestisnél arról van szó, hogy a baktérium kívülről egy seben keresztül jut be a szervezetbe, de kialakulhat a pestis más formáiból is. A bőr oxigén felvételében zavar keletkezik, ezért gyakran sötétkék színt kap. Innen az elnevezés is, hogy fekete halál. Az első és legnagyobb pestis járvány az 1347 és 1353 között dúló pestis járvány volt, amely rengeteg áldozatot szedett. Nagyjából megfelezte Európa lakosságát, de az ezután hullámokban következő pestis járványok már nem voltak ennyire pusztítóak. Ez a megállapítás viszont csak részben igaz. Valóban ez lehetett a mai ismereteink szerint a legnagyobb, viszont közel sem az első. Tudomásunk van arról, hogy Antonius idején, időszámításunk szerint 165 és 180 között mintegy 5 millió, aztán később Justinianus idején mindössze 2 év alatt, időszámításunk szerint 541 és 542-ben 30 és 50 millió között volt az áldozatok száma, és akkor természetesen nem mehetünk el szó nélkül az 1665-ös nagy londoni pestis mellett, amely körülbelül 100 ezer emberéletet követelt. Az emberek már az ókorban annyit sejtettek, hogy ezeket a fertőzéseket valamiféle szabad szemmel nem látható dolgok, talán apró magvacskák terjesztik, és azt is egészen jól meg tudták különböztetni, hogy mely betegségek ragályosak és melyek nem. Így aztán okokat keresve jobb híján Isten büntetésének, Isten csapásának tekintették ezeket a járványokat a bűneinkért, amelyekért vezekelni kell. Néha egészen szélsőséges megoldásokat találtak erre. Ilyen volt a már az előbb említett 1347 és 53 közötti pestis járvány idején az úgynevezett flagelláns mozgalom. A flagelláns mozgalom hívei önmagukat tömegesen ostorozva, a szó fizikai értelmében, önmagukat ostorozva járták a településeket, városokat, hogy bűnbocsánatot nyerjenek, és megszűnjön a járvány. Aztán később, egy fokkal közelebb kerülve a valósághoz, a levegő megromlásának tekintették, például a pestis járvány. Ezzel nem próbáltak illatosítókkal, vagy éppen büdös anyagokkal védekezni, ezeket nagy köztéri tüzekre is rádobálták, hogy így fertőtlenítsék a levegőt. Bevetették még az ecetet is. Aztán jött a mindannyiunk által jól ismert pestis állarc a 16. századtól kezdődően, amelynek csőrét teletönték gyógynövényekkel. Érdekes módon ez be is vált, de nem a gyógynövények miatt, hanem a teljes védőruházat miatt. Lényegében ez volt az első igazi gázállarc. Rengeteg mágikus gyógymód létezett, amelyeket még a korabeli orvosi könyvekben is megtalálhatunk.
Próbálták a pestist megelőzni amulettekkel, talizmánokkal, sőt, néha egészen hajmeresztő módon, még arzén mágnessel is, amit szerencsére csak kívülről tettek rá a betegre, hogy kiszívogassa belőle a betegséget. Használtak utilaput, de csak a neve miatt. Használtak pápafüvet, más néven Benedek füvet, Szent Benedek gyógyító erejében bízva. Ennyi zavaros elmélet mellett azért az emberek azt is képesek voltak felismerni, hogy ezek a járványok, például a pest is, emberi érintkezéseken, vagy éppen forgalmas kereskedelmi útvonalakon keresztül terjednek, és akkor elérkezünk Olaszországba. Micsoda ocsmány fintora a sorsnak, ha csak napjainkra gondolunk. Az első igazi nagy intézkedés 1374-ben az olaszországi Velencében hozták. 30 napos vesztegzár. 3 évvel később, 1377-ben Ragúzában egy szabályos 40 napos karantént állítottak fel, innen a név is quarantine, a 40 napos elzártságból. Magyarországról 1510-ből származik az első írásos anyagunk, amikor is vesztegzárral védtek meg egy várost a pestis járvány hatásai elől. Hans Salzmann, erdélyi orvos, 1510-ben Nagyszebenben erős vesztegzár felállításával érte el azt, hogy Nagyszeben városát elkerülte a pestis járvány. De vannak feljegyzéseink arról is, hogy az 1738-as országos pestis járvány idején még Pest és Buda is vesztegzárral védekezett egymás ellen. Mindemellett már kezdetektől fogva a fertőzötteket megpróbálták elkülöníteni. Először a saját otthonaikban, később a 18. századtól kezdődően úgynevezett veszteglőintézeteket, járványkórházakat hoztak létre. Ez kiegészült még nálunk valami mással is. Mária Terézia idején úgynevezett vesztegzár állomásokat állítottak fel a határokon, Erdélytől egészen a Habsburg birodalom déli részéig, ahol is a keletről érkező kereskedőket karanténba helyezték, akár több hónapra is, jól odavágva ezzel az üzletnek és a gazdasági életnek. Úgyhogy teljesen érthető és normális, hogy már kezdetektől fogva ezek az intézkedések a lakosság heves ellenállásába ütköztek. Sokszor és sokan nem tartották be a karantén szabályait, mindig voltak renitensek, akik a legkeményebb egészségügyi kordonokon is megpróbáltak átszökni, vagy éppen át is szöktek. Az otthonaiban elkülönítettek mellől az emberek megpróbáltak megszökni. Az istápolyokban elkülönítetteknél pedig pont arra panaszkodtak, hogy nem tudják ápolni a hozzátartozóikat. Így aztán az emberek többnyire meg is próbálták eltitkolni ezeket a betegségeket, hiszen hasonlóan a mai helyzethez ezek a lezárások nagyon komoly megélhetési gondokat okoztak. Gondoljunk csak bele, hogy abban az időben az emberek nagy része a mezőgazdaságból élt, így aztán nem jutottak ki a földekre betakarítani a termést. Ráadásul a fertőzötteket még ki is közösítették. Nem egy olyan feljegyzés található meg ma is, hogy egyes családokat üztek ki az otthonukból, az erdőbe, és aztán ott szépen a sorsukra hagyták őket. Ezek után igazán meglepő az, hogy ezt a gyógyíthatatlannak vélt betegséget érdekes módon sikerült valamelyest visszaszorítani egy nem várt esemény által. Ez volt a 30 éves háború, amelynek során lecserélődött az európai patkány populáció. Az úgynevezett norvég patkány kiszorította a házi patkányt. Így aztán a pestis baktériumot hordozó bolhának már nem volt min megtelepednie. És akkor elérkezünk 1894-hez. A Pasteur Intézet munkatársa és mikrobiológusa, Alexander Yersin, hongkongi kiküldetése során azonosította, gyakorlatilag felfedezte a pestis kórokozóját. Bennünk, olvasókban, kultúrát fogyasztókban nem feltétlenül tudatosul, de nagyon érdekes, hogy az európai irodalom történet is járvánnyal kezdődik. Az Iliászban az isteni büntetés csap le az akhályokra, és itt már is megjelenik az első és legfontosabb motívum, hogy tudnillik, a járvány, a pestis járvány
nem más, mint Isten büntetése. Az Éliászban ez még egészen konkrét és személyre szabott. Agamemnon megsértette Apollon papját, ezért csap le rá az égből a fertőző nyilakat kilövő görög isten. De ott van például az Oidipuszban is, ahol szintén az isteni büntetés a fő téma. Oidipusz bűnöket követel, nem is marad el a büntetés, megint csak az égből érkezik a dögvész, mint Isten büntetése. Aztán később, elsősorban a keresztény irodalomban. Ez a csapás már a velejéig bűnös emberiséget bünteti. A járványirodalomban elsősorban az a fontos, hogy hogyan reagál a környező világ, a társadalom az adott helyzetre. Ezért aztán a pandémia irodalom amolyan társadalomrajz is egyben, elsősorban kritikai realista. Gondoljuk csak meg, mit is üzen Shakespeare Hamlet által például a színházművészet feladatáról. Mint egy tükröt tartson a természetnek. Járványirodalomban ezt úgy fordíthatjuk a fonákjára, hogy járványok idején a természet, mint egy tükröt tart az embernek. De ha már az ókornál tartunk, akkor a leginkább idevágó szakasz talán nem is az Iliászban keresendő, még csak nem is az Oidipuszban. A legérzékletesebb leírás, ha megengednek egy személyes megjegyzést, én úgy gondolom, hogy Tukidídész jelentése az aténi Mirigy haláról, amely így szól. A városban a járvány következtében más téren is egyre inkább lábbal tiporták a törvényeket. Az emberek egyre bátrabban adták át magukat az eddig titkolt élvezeteknek, látva, hogy milyen gyorsan változik a szerencse, hogyan halnak meg pillanatok alatt a gazdagok, és ülnek be javaikba olyanok, akik addig teljesen nincstelenek voltak. Már senkit sem tartott vissza az istenektől való félelem, sem az emberi törvény, és mivel látták, hogy mindnyájan egyformán pusztulnak. Úgy gondolták, mindegy, hogy valaki kegyes volt-e vagy sem, és senki sem hitte, hogy megéri azt a napot, amelyen bűneiért törvény elé állítják, és elnyeri büntetését. Fékevesztett tombolás. Mondhatnánk így is. Napjaimban 2020 késő őszén azt tudom önöknek mondani, hogy akár az Iliász, akár az Oidipuszt, akár a kevésbé ismert Tukidídész írásokat újraolvasni egészen hátborzongató élmény. Igazi ínyenceknek ajánlom, akinek van kedve, olvassa el, vagy olvassa újra ezeket a műveket. És akkor most utazzunk tovább, íme az aténi Mirigy halál, egy igazi híres festmény róla. Hoztam önöknek egy jóképű fiatalembert, és nem először az előadás során, és nem is utoljára, megint átutazunk Olaszországba. Felismerik? Nem valószínű. Ő Giovanni Boccaccio. Egy egészen új irodalmi műfaj megteremtője, mégpedig a novelláé. Boccaccio firenzei volt, akár csak Dante és Petrarca, egyébként nagyon jó barátja volt a nála néhány évvel idősebb Petrarcának. A Decameron szó azt jelenti 10 nap. Ez egy 100 novellát magába foglaló gyűjtemény. A novella, olasz szó, pedig azt jelenti, hogy újdonság, de egyébként az olaszok használják arra is, hogy érdekes hír, különös történet. És akkor itt a következő idézetünk. Firenze városában, mely szépségével felülmúlja mind a többi itáliai városokat, kiütött a halálos pest is, melyet az égitestek hatalma vagy Istennek bűnös cselekedeteinken érzett igazságos haragja zúdított a halandókra, hogy észre térítsen bennünket. Bár ebből az idézetből nem feltétlenül derül ki, de megjelenik egy merőben új és alapvető megközelítés a Decameronban. Mégpedig az, hogy a pestis járvány nem Isten büntetése, hanem a természeté. Az 1348-as pestis járvány idején 7 csinos fiatal hölgy és 3 nemes fiatalember találkoztak a firenzei Santa Maria Novella
templomban, és eldöntötték, hogy elmenekülnek a járványhalál elől a városból, és egy vidéki villában vészelik át a nehéz időket. Pampinea, a mesésen okos és csinos fiatal hölgy, az első napra megválasztott királynő, tökéletesen egyszerű módszert talál az általa is imádott várost fenyegető teljes széthullás, az állati kicsapongások megfékezésére. Amikor ők tizen úgy döntenek, hogy elmenekülnek a városból, és ebben a vidéki házban húzzák meg magukat, akkor Pampinea, a királynő ezt javasolja. Itt szép és hűvös, és amint látjátok, van itt ostábla és sakjáték. És mindenki elszórakozhat, ahogy éppen kedve tartja. Ha azonban rám hallgatnátok, nem játékkal mulatnók el a napnak emez forró szakát, hanem azzal, hogy történeteket mesélünk egymásnak. Mivel a játékban az egyik fél rendszerint elkomorul, a másik fél pedig, vagy aki nézi, nem sok örömet lel benne, holott az elbeszélés az egész társaságnak élvezetet szerezhet, mivel hogy az, aki mesél, az egész társasághoz szól. Ez annyira erkölcsös és önismeretet feltételező ajánlat, hogy még több száz év után is azt hiszem érdemes elgondolkodnunk rajta. Boccaccio novella gyűjteménye példázatszerű. Minden egyes elbeszélésének megvan a maga témája, és nagyon-nagyon nem véletlen, hogy ezeknek az elbeszéléseknek a témája az első és a 9. nap kivételével a további 8 napon megszabott. Például a 2. napon oly emberekről mondanak történeteket, akik különbféle sorscsapások után, holott már nem is remélték, szerencsés véget érnek. Tehát ezek a Boccaccio novellák illusztrációk egy-egy emberi alaphelyzethez, vagy éppen döntő erkölcsi dilemmához. Tehát 10 nap alatt 10 ember egy vidéki villában minden nap elmond egy-egy történetet, az aznapra megválasztott király, a királynő vezetése alatt és irányítása szerint. Boccaccio ezekben a ironikus, szatirikus, vagy éppen erotikus szerelmi novellákban egészen jókedvű humorral mutatja be kora világát, sajátos erkölcseit. Abszolút humanista világképének középpontjában az emberi élet minél célszerű, minél örömtelibb kihasználására. Micsoda különbség. Itt már nyoma sincs a pokoltól való félelemnek, és az úgynevezett bűnök is egészen más megítélés alá esnek, mint mondjuk Dante-nál. Ha az imént az ókori művekre azt mondtam önöknek, hogy ínyenceknek ajánlom, és hátborzongató ma, 2020. novemberében olvasni, akkor Boccaccio Decameronjára azt tudom önöknek mondani, hogy nagyon szórakoztató és nagyon-nagyon-nagyon elgondolkodtató. Napjainkban újraolvasni. Utazhatunk tovább. Megyünk a ködös Albionba. Hoztam önöknek egy másik csinos fiatalembert, mert ha az előző nem tetszett volna. Megismerjük? Ő Daniel Defoe, aki Boccaccióhoz hasonlóan egy új irodalmi műfaj megteremtője volt, mégpedig a népszerű és nagyon-nagyon sikeres regényével, Robinson Crusoe-val megteremtette a Robinsonád műfaját. Daniel Defoe mindössze 4-5 éves kisgyerekként élte át a nagy londoni pestis, és még fogalma sem lehetett arról, hogy sok-sok évtizeddel később, 62 évesen megírja a londoni pestis című regényét. Forrásai elsősorban a járványt megélő és túlélő idősebbek elbeszélései, valamint a korabeli matrikulákban rögzített adatok voltak. A matrikula volt abban az időben a, anyakönyv, népesség nyilvántartás. Valamint ne felejtsük el, hogy Defoe nyerges mester nagybácsia örökségként Defoe-ra hagyta a naplóját. Ebből is sokat merített az író. Hogy mitől hiteles mégis a mű? Nagyon egyszerű. Az írói tehetségtől. Ez valami egészen egyedülálló írás.
A kezdeti mondatokban úgy érezzük, hogy ez éppen aktuális, akkor aktuális jelenben vagyunk, és maga Daniel Defoe az én elbeszélő. Aztán, ahogy haladunk a mondatokban tovább, azért csak rájövünk, hogy az nem nagyon valószínű, hiszen mégiscsak 1660-ban született, ő nem beszélhet így. Inkább egy fiktív, de annál inkább valóságosabbnak tűnő kereskedő szájába adja a szavakat, és így kezd. Valamikor 1664. szeptember elején szomszédaimmal folytatott alkalmi beszélgetés során hírét vettem, hogy Hollandiában újból felütötte fejét a pest is. Ott ugyanis 1663-ban szörnyű mód pusztított, különösen Amsterdamban és Rotterdamban, ahová egyesek szerint Itáliából, mások szerint meg a Levantéról hurcolták be a török flottán szállított valamiféle áru. Megint mások azt állították, hogy Krétából vagy Ciprusból hozták be, de akár honnét is jött, abban mindannyian megegyeztek, hogy újból felütötte a fejét Hollandiában. Aztán a következő mondatokban még tovább fokozza ezt a narratív bizonytalanságot, és tessenek figyelni, megemlít valami nagyon érdekes dolgot. Akkoriban még nem voltak nyomtatott újságjaink, hogy kósza híreket meg értesüléseket terjesszenek, és azokat emberi képzelő erővel kiszínezzék, mint azt azóta tapasztalnom kellett. Vagyis, mai szóval élve a fake news ősképéről van szó. Daniel Defoe átborzongató módon szinte előre megjósolta ezt a tébolyt, amely ezek szerint már az akkori emberek előtt sem volt ismeretlen, a regény megjelenésekor 1722. A londoni pest is egyrészt dokumentumregény, számos statisztikával és tényanyaggal alátámasztva, másrészt forró és iszonyatos élmények egészen frissen, naplószerűen előadott sorozata. Amikor beköszöntött a jó idő, a meleg, elemi erővel tört ki a pest is jelenleg. A pánikba esett londoniak fejvesztve és tömegével kezdtek el vidékre menekülni, a védekezés legfontosabb és leghatásosabb formájának a menekülést tartották. Fejvesztve hagyták el a várost, azt a várost, amelynek elsősorban a külterületeit, a zsúfolt, népes, szegények által lakott területeit sújtotta a pest is. Nagyon érdekes, a belváros, London belvárosát nagyon sokáig elkerülte. Például a királyi család Oxfordba menekült, és itt vészelték át sikeresen ezeket a nehéz időket. A félelem babonákat, a babonák újabb félelmeket szültek. Ahogyan Jónás Ninivében, úgy a londoniak is azt kiáltozták megszállottan az utcákon, hogy még 40 nap, és London elpusztul. A rémület, a rettegés, a félelem, az isteni bűntudat töltöttek be a londoni utcákat, aradtak a kuruzslók, a szektás szélhámosok, de elsősorban a pestis járvány. A korabeli hatóságok az akkori orvosi kollégiummal egyetértésben a következő intézkedéseket hozták. Nagyon érdekes, tessék megfigyelni az akkori angol egészségügy fejlettségét. A fertőzött házak elé őröket kell állítani. Betegvizsgálók kijelölése. Seborvosok és ápolónők alkalmazása. Ha az ápolónő lakást változtat, 28 óra zárlat szükséges. A betegséget jelenteni kell. A beteg elkülönítése. A fertőzött tárgyak szellőztetése. A házak lezárása. Tilos bárkit elszállítani fertőzött házból. A halottak eltemetése. Gyermek nem engedhető a temetőbe. A sír legalább 6 láb mély legyen. Tilos a gyülekezés temetésnél is. A fertőzött házakat meg kell jelölni, valamennyi fertőzött házat őriztetni kell. Óvakodni kell a romlott haltól, hústól és a penészes gabonától. A koldusok nem csavaroghatnak. Mindenféle csoportos játék tilos. A kocsmák szigorúan zárva tartandók. Daniel Defoe szerint egyébként 3 fő oka volt a pestis járvány. Ezek a következő. 1. A polgárok házaiba a bevásárló cselédek hurcolták be.
A második, a városban mindössze egyetlen járványkórház volt. A harmadik, a betegség oka fertőzés, a beteg lélegzete, sebeinek bűze, verejtéke, vagy valami olyan módon terjed, amit maguk az orvosok sem ismernek. A fejvesztve menekülők Londonnak mintegy 20 mérföldes körzetét fertőzték meg. Azok az orvosok, akik a járvány elől kimenekültek vidékre, és aztán később visszatértek Londonba, na őket soha többet senki nem látogatta. Visszatérve az íróra, Daniel Defoe egészen leplezetlen őszinteséggel mutatja meg ebben a regényben hitének megingását, az Istenbe vetett bizalmának ingadozását. Egyetlen dolog azonban nem kérdéses számára. Mégpedig az, hogy a pestis járvány Isten büntetése. Kétségtelen, hogy mind megszabadítatásunk körülményei, mind pedig az iszonyatos ellenség, amelytől megszabadultunk, az egész nemzetet így hálaadásra kötelezte. Megszabadítatásunk körülményei valóban figyelemre méltók voltak, ahogyan arról már részben beszámoltam, és különösen figyelemre méltó volt, milyen szörnyű helyzetben sínlődtünk, amikor hirtelen az egész város ámulatára földerengett az örömteljes remény, hogy íme a pest is véget ér. Ez csak is Istennek, csak is egy mindenható erőnek műve lehetett. 65-ben a dökhalál Londonban dúlt, és e rém a sírba döntött 100 000-t, de élve maradtam én. Ez nagyon érdekes, az utolsó. 4 soros kis strófa. Azért a vallásos hit mellett ez mégiscsak a szabad polgár szólama, a szabad művész hangja, aki megpróbálja nagy-nagy küzdelmek árán, de mégiscsak maga alakítani a saját történelmét. Ha esetleg önök több napra, több estére terveznek, jó szívvel ajánlom önöknek Daniel Defoe. Én azt hiszem, kicsit elfelejtett regények. A londoni pestis. És ha esetleg egyik fiatal ember sem tetszett önöknek, akkor hoztam egy decens ügyemből. Hogyan is mehetnénk el a mester mellett, még ebben a témában is? William Shakespeare. 1564. Shakespeare születése, fél évvel utána szülővárosában, Stratfordban kitör a búbópest is. A lakosság egynegyede meghalt. Egynegyede. A kis csecsemőnek semmi baj nem lett. Később hasonló szerencsével került el és úszta meg a pest is, már Londonban. Az akkori orvosok nem látták az összefüggést, az utcákat ellepő patkányhordák és a pestis járvány között, viszont bőségesen akadtak prédikátorok, akik megtalálták a megfelelő magyarázatot. Mégpedig úgy, hogy a pestis járvány Isten büntetése a színdarabokért és a színházért. Volt olyan nagyon-nagyon népszerű és ismert prédikátor, aki járta London utcáit, és azt hangoztatta, hogy a csapás oka a bűn oka a színjáték. Igen, egyszer. Bár az akkor várható élettartam jóval alacsonyabb volt, mint a mai, azért eléggé megdöbbentő ám most, hogy olvasgattam ebben a témában. Olyan adatokat olvasni, hogy ebben a korban a 10 és 35 év közöttiek körében volt a legmagasabb a halálozási arány. Egyébként Londonban 1560-tól kezdődően szinte minden évben felütötte a fejét a pest is. Ahogy Daniel Defoe bőszáz évvel később a már említett regényében is megírja, elsősorban jó időben, tehát tavasszal és nyáron ütötte fel a fejét a pest is. Ilyenkor, visszatérve Shakespeare idejére, a hatóság, amint elérte a járványos halálozások aránya a heti 30-at, tehát a heti 30-at, legfőbb védekezési módszerként egyszerűen megtiltották a tömegrendezvényeket. Ha csak belegondolunk, hogy kezdetben 19 hónapra, az nagyjából másfél év,
aztán később 78 hónapra, az már 6 és fél. Zárták be a játszóhelyeket, akkor egy dolgot bizton állíthatunk. Mégpedig azt, hogy színház tulajdonosnak és színésznek lenni, abban az időben hát nem volt egy életbiztosítás, és nem is egy anyagi biztonság. A színház tulajdonosok még csak-csak az ő portfóliójukban, ugyanis a színházak mellett voltak bordélyok, és voltak állathetszekre szakosodott szórakozó helyek, de értelemszerűen járvány idején ezekre is lakat került. Úgyhogy a színészek ilyenkor jobb hiány vagy más munka után néztek, vagy ha szerencséjük volt, de csak a nagyon-nagyon szerencsés színészek, vidéken turnézó truppokhoz csatlakoztak, és abban bízhattak, hogy ekkor szekereik gyorsabbak, mint hogy a pestis híre Londonon túlér. Hogy hogyan érinti ez Shakespeare-t? Többféle módon is. Először is egész életét végig kíséri a pestis. Mindig beleszól az életébe a pestis. Shakespeare nem csak szerző volt, talán kevesen tudják, nagyon tehetséges színész is, aki rendszeresen játszott a saját darabjaiban is. És nagyon tehetséges üzletember volt. Színésztársaival egy kezdetleges tőzsde csapatot alkottak, megosztották a bevételt, és neki minden egyes megírt darab után plusz gázsi járt. Visszatérve az adott helyzetre, nagyon-nagyon nem véletlen az, hogy 1605 után Shakespeare már nem írt vígjátékot. Ekkora teszik a nagy vígjáték sorozatának a lezárását, pedig 1603 és 1613 közöttre tehető Shakespeare pályának a csúcsa. Ez volt a legtermékenyebb időszaka, mind költészetét, mind pedig drámaíró munkásságát tekintve. És nagyon-nagyon sok vita alakult ki, hogy mikor, melyik mű, hogyan, miképpen született. Az előbb már említettem, mindig beleszólt a pest is. Megint Ínyencekhez fordulok, ha szabad. Az én kedvenc történetíróm Shakespeare-ről, az amerikai James Shapiro. Ő ma már határozottan állítja. Mert egy ideig téma volt, hogy, illetve vita volt, hogy igen vagy nem. Ő most már határozottan állítja, hogy Shakespeare egyik legnagyobb műve, a Lear király, karanténban született. Azt pontosan tudtuk már eddig is dokumentumok alapján, hogy a Lear király első bemutatója 1606 karácsonya után volt, méghozzá első Jakab király előtt. És azt is dokumentumok támasztják alá, hogy az ezt megelőző hosszú időszakban Shakespearenek otthon kellett maradni a karanténban. Hol is volt ez az otthon? Eddigre Shakespeare már összeszedett magának annyi vagyont, hogy London Blackfriars nevű negyedében házat vásárolt magának a templommal szembe, és rendszeresen ide vonult vissza írni. De ott van a Rómeó és Júliában is. Ez is mennyiszer elkerüli a figyelmünket? A hírnököt a járvány karanténba kényszeríti. Hát ezért nem érkezik meg Rómeóhoz a hír, hogy Júlia csak eljátszotta a halálát. De ott van a talán legellentmondásosabb darabjában, az aténi Timonban is. És ha már beszéltünk arról, hogy lezárult a vígjátékok időszaka, az utolsó vígjátékok egyikében, a Szeged Szeggel című vígjátékban is már megjelenik a pest is. És hogyha még nagyobbat ugrunk vissza az időben, akkor karrierje kezdetén, 1592-ben, épp hogy odaért Londonba, Stratfordban, már is egy fél éves karantén időszakkal kellett szembenéznie, ekkor visszavonult, és megírta két elbeszélő költeményét, mindkettő erotikus témájú. Az egyik a Vénusz és Adonis, a másik pedig a Lukrécia meggyalázása. Csak két mondat még Shakespeare-ről. Talán, ez csak az én agyamban született meg, talán lehet, hogy köze volt a pestisnek ahhoz, hogy neki milyen botrányos volt a magánélete. Kamaszként még ott maradt Stratfordban. Az édesapja, aki köztiszteletben álló sörkóstoló volt, az egész város ismerte. Az édesapjával együtt kamaszként nagyon-nagyon sokat dolgoztak együtt azért, hogy visszatérjen a városba az élet. Shakespeare rendszeres templomba járó volt, nagyon sokat imádkozott a járványban elhunytak lelki üdvéért. És hogy aztán mi fordult meg? Ez nagyon érdekes, hogy újra és újra visszatér a pest is. Tényleg botrányos volt a magánélete. 18 évesen feleségül vette a 26 éves enhetővét, aki már terhes volt a közös gyermekükkel. Majd fogta magát,
és egyik percről a másikra eltűnt Londonba. Shakespeare-t olvasni 2020 karantén időszakában, Shakespeare mindig érdekes olvasni, de ezek tudatában én azt gondolom, hogy újabb jelentést kap, akár a Rómeó és Júlia, akár a Lír király. De akár még önök is felfedezhetnek egy-egy műben olyan pillanatokat, amiknek esetleg visszahallása van a pestisre. És végezetül hadd ajánljak önöknek három olyan művet, amelyek talán kevésbé reklámozottak, kevésbé ismertek. Az egyik Alessandro Manzoni, már megint Olaszország. Alessandro Manzoni Jegyesek című regénye, ami 1827-ben jelent meg, de a 17. század elején játszódik egy Milánó melletti kis faluban. Hogy miért ajánlom önöknek ezt a művet? Egyrészt azért, mert kevésbé ismert, másrészt azért, mert megjelenik benne az eddig említettekhez képest valami totálisan új, valami totálisan modern vonás. Ez pedig az, hogy az akkori közhiedelmek szerint a pestis járvány nem Isten csapása, még csak nem is a természet büntetése, hanem valamiféle összeesküvők okozzák, zsidók, szabadkőművesek, esetleg szélsőséges ügynökök. Manzoni beszámol az úgynevezett kenőkről. A hiedelmek szerint voltak ilyen kenők, akik pestises váladékkal kenték be a templomok padjait, üléseit és a házak falait. Néhol egészen felvilágosult Manzoni írása. Ez azt hiszem kiderül a következő részletből is. A képzelt összeesküvés óriási terjedelme és szokatlansága megzavarta mindenkinek az ítélő képességét, és aláásta kölcsönös bizalom alapját. Eleinte még azt hitték, hogy ezeket az állítólagos kenőket a nagyra vágyás és a kapzsiság ösztökéli. Ha egy vélemény hosszú ideig és a világ jó részében uralkodik, végül is mindenféle módon érvényesülni akar, ha mindenki vagy sok ember sokáig azt hiszi, hogy valami különös dolog megtörténik, egyszer csak okvetlenül akad valaki, aki azt hiszi, hogy ő maga is megtette. Manzoni járványkórházában például a fertőzöttek nem csak egymást, de önmagukat is feneketlenül utálják és gyűlölik. Gondolkodtam, hogy hozzátegyem ezt a mondatot, de hozzáteszem. Mint manapság. Kevésbé ismert mű. 2011-ben Magyarországon nagyon sokáig nem tudtunk róla, még arról sem létezik. 2011-ben Térei János fordította le. Ez Puskin Lakom a pestis idején című dramolettje. A dramolett az azt jelenti, hogy mini dráma. Egy pici, rövidke színű. Egészen félelmetes hangulata van. Hát ennek kicsit utána kell kutatni, hogy hol tetszenek megtalálni, de érdemes. Aki esetleg csak egy fürdőkádnyi olvasást tervezve egy estére, érdemes ezt elolvasnia. És búcsúzóul ne maradjunk magyar vonatkozás nélkül. Mi is lehetne ez, mint Mikes Kelemen törökországi levele. Valami egészen bájos módon 1717 és 1758 között írta meg 40 évig ezeket a leveleket képzeletbeli konstantinápolyi nényének, amiben olyan egészségügyi tanácsokat ad, hogy simán beférne bármelyik mai médiában legalább egy sajtótájékoztató erejéig. És hogy mit csinál egy száműzött, amikor még száműzetése helyéről is száműzetésbe kell, hogy menjen a pestis járvány elől? Hát, unatkozik, imádkozik, kevesebb szerint, és reméli, hogy minél előbb véget ér a karantén. Én pedig tegnap egész este azon gondolkodtam, hogy mi lehetne a jobb végszó. Nem tudok jobbat. Minél előbb érjen véget a karantén. Ha tetszett, jól érezték magukat, én akkor nagyon örülök, és szeretettel várom önöket legközelebb is, amikor már magunkról, önmagunkról lesz szó. A jelenlegi helyzetről, 2020-ról, nagyon-nagyon sok kortárs,
magyar irodalmi szemelvénnyel megtisztelve. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmüket.